magas vagy még mindig. Ezen mindig meglepődök. Én nagyon örülök, hogy itt üdvözölhetlek a Tatai Eszterházi kastélyban, ami, ha bevalljuk őszintén, elsősorban nem arról híres, hogy ez egy főnemesi családnak a gyönyörű otthona volt. Mindenféle eszembe jut nekem például az, hogy itt edzőtáboroztam egy csomószor, és futkároztam itt a tó körül. Szia, igen, akkor legalább már ketten vagyunk. De most olyanokat fogok neked mutatni, ami emlékezetes lesz. De hát kik is voltak az Eszterháziak? Egy különleges dinasztiáról van szó, gondoljunk csak az Eszterházi Péter Kossuth Díjas íróra, vagy testvérére, Eszterházi Márton válogatott labdarúgóra. Ez a család mindig is pártolta a kreativitást, akár művészetekről, tudományról vagy sportról volt szó. Eszterházi Móricz, magyar miniszterelnök, Eszterházi Fényes Miklós, Haydn mecénása, Eszterházi Imre esztergomi érsek, Eszterházi Pál zeneszerző, vagy akár a família honfoglaló őse Salamon is arra emlékeztet, hogy ezek az országformáló személyiségek ezer szállal fűzik hazánkat Európához. Laci, és azt tudtad, hogy Ferenc császár itt írta alá a schönbrunni békeszerződést 1809-ben, ami a napóleoni háborúk végét is jelentette tulajdonképpen. De akkor miért hívják schönbrunni? Hát ez az! De itt következett be az a pillanat is, amikor 1762-ben Eszterházi Ferenc tábornagyfiai egyességet kötve egymással felosztották a családi birtokot, azaz a fél országot egymás között. Miklós koronaőr, a bécsi magyar királyi nemes testőrség kapitánya a tatagesztesi uradalmat kapta, Károly Váci, majd Egri püspök a pápa, Ugod Devecseri és a semtei országrészt, Ferenc kancellár, későbbi horvát bán pedig a cseklészi birtokokat. Ne feledkezzünk meg Eszterházi Miklósról, vigyázz a fejedre, Vaci, aki itt Tatán színházat épített a lovasezésben megfáradt főúri közönség szórakoztatására, ahová ő maga titkos alagúton jutott el, vagy a szeretőjéhez, de ezt nem tudhatjuk. Na menjünk már, és vigyázz a fejedre! Köszönöm. Szó, mint száz, a zene végig kísérte az Eszterháziak történetét. Említhetnénk Eszterházi Pált, a törekvő hőst, aki ott állt Buda visszafoglalásánál, de volt ideje megírni a Harmonia Calestis 55 kantátából álló gyűjteményét, vagy a legújabb korból Eszterházi Ferenc zeneszerzőt, Ausztria zene és színészetügyi kormánybiztosát, a Tatai nyári játékok megálmodóját. Eszterháziak fraknói grófjágának tatai birtokát 1727-ben megvásárló Eszterházi József terbe vette egy kastély építését a vár helyén. 1765-ben végül is nem az eredeti terveknek megfelelően, hanem a vár melletti telken kezdődik meg az építkezés. 1769-ben a kastély már olyan állapotban van, hogy itt tartják az ifjú Ferenc gróf beiktatásának ünnepségét. A
kastélyhoz tartozó várszínház 1889-ben épült fel. Az ingatlanhoz téli lovasiskola, téli kert, koncertterem, műterem, étterem és kávéház is tartozott. De hiába. Lobkovics Anna Berta grófnő 1913-ban a színházat lebontatta, hogy fiát, Eszterházy Ferenc zeneszerzőt távol tartsa a színészek bohém világától. Az Eszterházy család 1945-ben hagyta el az épületet. A szovjet városparancsnok utasítására rendezték be a kirabolt, kiürített kastélyt kórháznak, és ez az állapot 1996-ig állt fent. A veszteségek ellenére a kastély szinte ma is ugyanazt a képet mutatja, mint a 18. században. Jó reggelt, Rómeó! Na, hogy ízlik? Finom. Mi ez? Ez az Eszterházy torta. Azt nem tudni, hogy ki készítette az első ilyen tortát, de az Eszterházy család imádta, és nagy előszeretettel kínálták vendégeiknek is. Nagyon nagy élet lehetett itt akkoriban. Hajaj, mi az, hogy? Királyok, grófok, diplomaták fordultak meg itt jövetmenet, hatalmas bálokat rendeztek itt. És most, hogy megnyílt és megújult a kastély, újra élettel telik meg a park és az épület. Az Eszterházy család szellemi öröksége kiemelt rangot kölcsönöz a műemlék épületben tartott rendezvényeknek, a kastély főépülete, díszudvara és kastélyparkja reprezentatív helyszíne bármilyen programnak. Kiállítási és rendezvénytér, kisebb létszámú és nagyszabású, fedett és szabadtéri események egyaránt otthonra lelnek itt. A korhűen felújított tatai Eszterházy kastély tematikus fotózások és filmek kiváló helyszínéül is szolgálhat. Köszönöm, Erika, hogy körbevezettél. Fantasztikus ez a hely. Legközelebb is visszajövök még. Nagyon örülök, hogy tetszett, de legközelebb hoz futócipőt is. Készült Magyarország kormánya megbízásából az Európai Unió támogatásával.